Tegnap, amikor raktam fel a képeket, valaki azt mondta, hogy ha nem tudná, hogy Pécsről jöttem, vagy Pécs környékéről, akkor is gondolná, mert Pécs a csontvári városa, és hát ott elfogadhatók ezek a színek, és ez a fajta harsánság. Hát ebben van valami, egyébként Csontvári az én abszolút kedvenc festőm, és a legnagyobbak között tartom nyilván. A másik, hogy hát én megvallom őszintén itt most, hogy én inkább vagyok filozófus, vagy filozófikus alkat, mint festői. Ez azt jelenti, hogy én állandóan studírozok, gondolkozom a világ nagy kérdéseim. Ez már, hogyha úgy le is kéne írni az én elméleteimet. Meg is fogom tenni nem sokára. Aztán, tudod, amikor elkezdek egy képet festeni, akkor mindig azt hiszem, hogy én ezt a filozófiát, ezt meg fogom tudni festeni. Persze az agyammal azért tudom, hogy ezt nem lehet, de azért úgy megpróbálom. És amíg festek, addig mindig biztos vagyok abban, hogy ez most sikerülni fog. Amikor azonban az utolsó ecsetvonásig eljutok, és azt mondom, hogy kész, na akkor jön a bizonytalanság, akkor döbbenek rá, hogy semmit nem sikerült megcsinálni. De azért jók a kiállítások, megmondom őszintén, hogy amikor így egybe látom a képeket, és hogy együtt, nem egyenként az alkotás folyamatában, hanem együtt, akkor mindig azt mondom magamban, hogy Jávorka, ebbe azért van valami. Ez azért úgy tetszik nekem. Hát most remélem, hogy itt azért másoknak is tetszeni fog, nem csak nekem. Ajaj, hát nekem volt olyan festménye, az mondjuk például nincs itt, amiben valaki 25 különböző arcot fedezett fel, és meg volt rá győződve, hogy én médium vagyok tulajdonképpen, és hát próbálta nekem ezt bemagyarázni, mert ugye ezek nem voltak tudatosak. Na most ez a fajta technika, amivel én a képeimet csinálom, az bizony előhoz ilyen véletlen formákat is, ami hát nem baj. És én hiszek abban, hogy amikor a kép önmagát is alakítja, mert ugye én alapvetően az első gesztusokat viszem föl, azt az alap elképzelést, amit megpróbálok, az a tudatos rész. De ugye a képet sohasem úgy képzelem el az elején, mint amikor kész lesz. Mert ugye a kép az végül is, amikor az alapgesztusok fönt vannak, az alapszínek fönt vannak, alapformák fönt vannak, onnantól kezdve önmagát alakítja. Tehát sokszor van egy olyan véletlen folt, ami nekem megtetszik, és akkor nem abba az irányba megyek, amit addig, hanem majd amit az a folt megkívánt. És akkor ebből születnek ezek a bizony néha meghökkentő foltok, és ezek a bizonyos rejtett dolgok, amikre bizony néhány ember egész komoly dolgokra következett, hogy magam is csak csodálkozom. És az nem baj, mert ugye a képet azt nem mi festjük, az a néző festi önmaga fejében. Tehát mi festéket okunk a vászonra, meg formákat, és akkor aki nézi, az látja a képet is benne. Most mindenki olyan képet lát benne, amilyen ő maga nyilvánvaló. Ezért nem szabad megharagudni, ha valakinek nem tetszik, és annak meg külön örülni, ha éppen tetszik valakinek. Nem? Ez így működik, gondolom én.